tetteti. Elsőnek megadom a szót Róna Székiné Keresztes Monika képviselőasszonynak, aki felszólalását innen az emelvényről tartja meg. Megvárjuk, még képviselőasszony fölér az emelvényre. Képviselőasszony, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, kedves képviselőtársaim! Az emberi kultúrák többségében a házasságban, családban lét a személyek természetes közege. Számtalan vizsgálat támasztja alá, e létforma nem csak lelki, de testi egészséget megőrző voltát is. Mégis, ha megkérdezünk egy átlag magyar embert, hogy szerinte mi jellemzi a mai magyar lakosságot, domináns válaszai a következők. Beteg a magyar lakosság, szív, érrendszeri, daganatos betegségek, stb. És korán hal meg. Egészségtelen életmódot folytat. Iszik, dohányzik, sokat eszik, elhízik. Rossz kedvű, pesszimista, türelmetlen, agresszív, önző. Nem igazán törvénytisztelő, a szabályokat könnyen áthágja. Mentális állapotát súlyosbítja az alkoholizmus és a kábítószer élvezet növekedése. Tudományosan megerősített tény, hogy soha nem látott járvány sújtja hazánk lakosságát, a mentális epidémia. Ijesztő rekordokat érünk el a lelki betegségek területén is, ezért sürgető az okokat feltárni, és azokat mihamarabb orvosolni. Korunkat sajnos évtizedek óta sújtó társadalom patológiai adatok szaporodása bizonyítottan egybeesik a családok életét veszélyeztető folyamatok megjelenésével és térhódításával. A családok válsága, mint gyűjtőfogalom alá tartozik, a megszületendő gyermekek számának rohamos csökkenése, a válások számának drámai növekedése. A terhesség megszakítások nagy száma, a gyermek nélküli háztartások szaporodása, a házasság nélküli laza együttélési formák terjedése. Az egyén és a nemzet közössége önnön pusztítását végzi ezzel, és az okok keresésénél túlzott leegyszerűsítés lenne, ha azokat csupán közvetlenül a fennálló gazdasági társadalmi viszonyokra vezetnénk csak vissza. Például a gyermekvállalás tekintetében nem feltétlenül a gazdag országokban vállalnak több gyermeket, inkább jellemző ennek ellenkezője. A családok válsága az erkölcsi tartás válságával sajnos kéz a kézben jár. Meghatározó fontosságú tehát egy egészséges társadalom számára a felnőtt, tudatos, felelős személy magatartásának kialakítása. Az érett személy magatartás rendszere az anyaméhtől a sírig tartó folyamat. Meghatározzák az örökletes biológiai adottságok, lelki állapotát jelentősen befolyásolja az őt körülvevő társadalmi erőtér, értékrend, de a felnőtté válás folyamatában kiemelt szerepet játszik a minél fogékonyabb kisgyermekkorban történő nevelés. Mivel körülöttünk senki nem kapcsolódik közvetlenül egy nagy társadalmi formációhoz, hanem mindannyian szülők gyermekeiként szocializálódunk, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezetben tanuljuk meg az emberi együttélés legalapvetőbb szabályait. A személyiség kialakításának elsődleges szintere a család. A másik főszerep az iskolájé. Ezt követik később a kortárs csoportok, majd a munkahelyi szocializáció. Ezért van óriási jelentősége a Nemzeti Köznevelési Törvénynek, és vele szoros együttműködésben a családok védelméről szóló sarkalatos törvény tartalmának és minőségének, melyet ma tárgyal a Magyarország gyűlés. A mindannyiunk életét átszövő, szerencsére hanyatló félben lévő értéksemleges liberalizmus nemzedékek családi életét tette tönkre, annak ellenére, hogy az első Orbán kormány már az ezredfordulón felismerte és letette az egészséges családpolitika alapjait, kiemelve azt a szociálpolitika elegyéből, és elsősorban az adókedvezményen keresztül támogatva őket. Ezáltal a társadalmi erőtér pozitív irányba változott. Voltak, vannak és lesznek körülöttünk politikai erők, melyeknek ez nem tetszik,
és bár az életben még soha semmit sem építettek, csak romboltak rendesen ezen a területen is, mégis biztos vagyok benne, hogy kegyelmi állapot birtokában vagyunk, és a Nemzeti Együttműködés kormánya folytatni tudja Európa formáló, nemzetépítő családpolitikáját. Rendre van szükség körülöttünk, nem drákói szigorra, hanem az értékek rendjére. Egy keleti mondás így fogalmaz. Igyekezz úgy élni, ahogy gondolkodsz, mert előbb vagy utóbb úgy fogsz gondolkodni, ahogy élsz. Figyelemre méltó mondat ez. Magyarország alaptörvényében, Európában egyedülálló nyíltsággal már meghatároztuk a házasság és a család egyértelmű fogalmát. Innen eredezteti az új családvédelmi törvény a család jogállását is, melynek alapja egy férfi és egy nő házassága és gyermekvállalása, valamint egyenessági rokonságon alapuló együttélési formát sarkalatos törvényben elvi védelem alá kívánja venni, kiegészítve a családba fogadó gyámsággal. Nem a múltba révedés készteti a törvényhozókat erre, bárki vádolja is őket ezzel, hanem a jelen valóságában élve éppen a jövőnkért érzett felelősség a fő motiváció, ezért megkérdőjelezhetetlen, központi értékként jeleníti meg a család méltóságát, mely emberi létünk egyik legfontosabb szükségletének, a biztonságnak legfőbb garanciája. Emellett a családban lét semmi mással nem pótolható örömök forrása is lehet, mely generációról generációra átörökíti a hit, a remény, a szeretet és a hűség megélésének képességét. Aki apa, anya és testvérek, nagyszülők rendezett közegében nő fel, annak tudatában, szívében jobban rögzül, hogy az életnek minden árnyoldalával együtt is soha fel nem adható értelme és folytatása van. Ezek a családok, bár naponta keményen megküzdenek saját és szerettei boldogságáért, igenis képesek fényt és reményt vinni ellentmondásos világunkba, mely hála Istennek ugyanakkor kezdi felismerni, hogy azok az értékek, melyek életet adnak, melyek a nehézségektől és áldozatvállalástól sem riadnak vissza, hanem igent mondanak arra, nem a vallás magánügye többé, léte és támogatása minden más programnál eredményesebb mentál higiénés beruházás. Ennek szellemében alapelvként védi és tiszteli, majd támogatja is a törvény a magzati életet a fogantatástól kezdve. Sarkalva ezzel az oktatási rendszert is, hogy a köznevelés részévé tegye az emberi élet értékéről, a házasságra való felkészülésről, a felelős gyermekvállalásról, az egészséges életmódról szóló ismeretanyagokat. Aki bármely okból egyedül kénytelen nevelni gyermekét, vagy családjában fogyatékossággal élő gyermeket gondoz, a törvény erejénél fogva kiemelt védelemben részesül. Fontos üzenete és célja a törvénynek, hogy a családok mindennapjait befolyásoló szabályozásokat kiszámíthatóvá tegye. A tervezetben tételesen felsorolt pénzbeli állami támogatások megnevezésével garantálja azokat, és mindezt kétharmados parlamenti támogatással biztosítsa. Figyelemre méltó szemléletváltást jelent a törvényben, hogy nem csak a jogokat, hanem a kötelességeket is megfogalmazza szülőnek, gyermeknek egyaránt a szolidaritás jegyében, sőt, a jövőben külön törvényben elismeri, szabályozza a generációk közötti együttműködést azzal is, hogy a gyermekek felnevelése a nyugellátások megállapításánál figyelembe vételre kerüljön. Minél több kívánt gyermek megszületését segíti a tervezet, a munkavállalás területén is bővített lehetőségek létrehozásával, emellett értékeli és támogatja a kisgyermek nevelésére szánt teljes időt is. Magas hangrendű, értékes törvénytervezet áll előttünk, melynek értékrendje nem homokra, hanem sziklára épít, és Magyarországnak erre szüksége van. Éppen ezért remélem, hogy közös ügyünk minden kedves képviselőtársamat pártállástól függetlenül is pozitív hozzáállásra ösztönöz. Őszinte meggyőződéssel javaslom az országgyűlésnek megvitatásra és elfogadásra. Köszönöm szépen a szót.
Köszönöm szépen.